Tudod, amikor a bizottság kapja azt a jelzést, hogy a középkori piacon XY nevezetű, hogy hívják azt a felolvasót, akit meghívott a Művészetek Háza is, Szilke József elvtársunk akart megjelenni, és ezt a bizottságunknak támadva azt mondják, hogy hogy képzeljük, hogy erre pénzt adunk, akkor bizony úgy gondoljuk. De megfogadva a tanácsodat, ezt ne tessék. Jó, akkor várjuk is, nem ilyen előtt elkezdenünk. Nem jelent ide, mert nem jelent ide. Te mondhatod. Valójában, hogy ez bíjon, valamire tudják. Na most lehet, hogy kell szelektálni ebbe, hogy ne jöjjön ide olyan, hanem csak az én emberem jöjjön ide. Például, most megtehetjük. Ez a turizmushoz, a szakmához, kulturális semmi közelnek. Ez pont ezt te mondasz. Sajnos köszönnek, hogy parancsoljunk hátulat. Előzőnek meg reagálni, és ezt nyugodtan elkezdődni. Csak kérem is, hogy azt gondolom, hogy ennek a Művészetek Háza vezetőjének és kulturális szakembernek igenis tisztában kell lenni azzal, hogy Székely József vagy XY színész mit tett le szakmai szempontból az asztalra. Tehát tudnom kell játszai díjas, nem játszai, amatőr, béna, rossz, stb. Arról viszont, azzal viszont nem biztos, hogy tisztába kell lennem, hogy a politikában hol áll, milyen nézeteket, elveket van. Ennek tudata nélkül úgy mond, miután én meggyőződésem, illetve azt gondolom, hogy egy nagyon jó színés, és Björk tényleg nagyon jól tudja, befogadtuk a rendezvénybe, de mihelyt az első kritika megérkezett a politikai identitása miatt, hovatartozása miatt egyből leállítottuk. És én kértem is Csátvári képviselő urat, hogy igazán megkönnyíteni a munkámat, a szakmai munkámat, hogyha esetleg egy listát állítaná össze arról, hogy kik azok az előadó vendégek, akik nem kívánatosak egyet, és ezt komolyan mondom, hogy tényleg szeretnék egy ilyet, mert akkor ilyen hibát nem bírtunk. Jó, köszönöm szépen!